A szerzetesség, mint intézmény, amikor elindult, egyáltalán nem papokból tevődött össze, hanem olyan laikus emberekből, akik elvonultan Istennek szentelt életet akartak élni. Kezdetben őket aszkétának hívtak, nem is éltek közösségben, aztán kivonultak remetességbe, és a remetességből formálódott ki szép lassan a szerzetes közösség. Ezek az emberek nem voltak papok, nem végeztek szentmisét, nem gyóntattak, nem szolgáltattak ki szentségeket, hanem egyszerűen az Isten szolgálatára szentelték az életüket. Ennek az volt a lényege, hogy az imádságon keresztül Istennel akartak harmóniába kerülni, a önmagukkal és a környező világgal, a teremtett világgal. Az, hogy klerikussá válik egy szerzetes közösség, ez azt jelenti, hogy azok a szerzetesek, akik a közösségnek a tagjai, elvégzik a teológiai tanulmányokat, és utána főszentelik őket pappá. Ez a folyamat gyakorlatilag a katolikus egyházban a 9.-10. században kezdett el indulni inkább. A úgynevezett klünyi reformhoz kapcsolódott, amikor is nagyon sok monasztikus szerzetest pappá szenteltek, hogy minél többen tudják végezni a szentmisét, vagyis bemutassák a legszentebb áldozatot. Az első remete Szent Pál rendje. Megnevezés annak a harmadik századi tébai remetének a tekintélyére hivatkozik, aki a keresztény üldözések viharában az Istenre összpontosító magány és az elvonultság eszményét elsőként valósította meg, s akit ezért a remeték ősatjának tekintenek. A pálosok címerében látható pálmafa a növényrostra utal, amelynek felhasználásával az első remete ruházkodott. A holló arra a madárra, amely a legenda szerint cipókkal táplálta a tébai pált. A két oroszlán pedig a remete úgymond sírásúira, amelyek a kolzimhegyi Antal remetének voltak segítségére, Pál holttestének elhantolásában. Annak ellenére, hogy a pálos hivatás jellege a szemlélődő imádkozó remete élet eszményéből sarjadt, a lelkipásztori feladatvégzés a korai időktől jelen van a rend életében. Ha megnézzük a középkori kolostor romjainkat, mindenütt voltak templomok. Ezek a templomok azért nagyobbak voltak annál, mint hogy egy 10-15 fős közösség számára szolgálta volna a bármifajta liturgikus teret. Sőt, azt kell mondani, hogy voltak belső kápolnák, ahol bizonyos imádságokat végeztek. Tehát annak ellenére, hogy többségében talán laikusok voltak, de volt közöttük pap, vagy legrosszabb esetben járt oda pap, aki misézett, és nagyon szerették ezek szerint az emberek meglátogatni ezt a helyet. Tehát valami fajta lelkipásztori munka volt, és főleg amikor a közösségünk megnövekedett, erősebbé vált, hogy egyre többen ismerték ilyen formában azért, a visszavonultság és a magány az nem egy olyan elzártságot jelentett, hogy ennek ne lett volna evangelizációs szerepe is. Tehát mindig megvolt ez a szerep. A barokk korban, ugye ott az idők jelei különösen azt kívánták a szerzetesektől, a pálosoktól, hogy jobban, aktívabban részt vegyenek a társadalmi életben. Ez a török utáni nehéz időszaknak is egy újraélesztése volt, illetve az akkori társadalom kívánta azt, hogy a pálosok többek között például tanítsanak, vagy vegyenek részt az irodalmi életben, vagy a tudományos életben is. Engesztelő rendnek nevezzük magunkat, ami nem azt a fajta középkori értelmezés jelenti, hogy esetlegesen olyan vezeklővet hordanánk, amilyet mondjuk Szent Margit, vagy olyan ostorral ütnénk magunkat, mint amiket abban a korban használtak. Viszont az életformánk, a reggeli korán fölkelés minden nap, ez legyen ünnepnaptól kezdve a hétköznapokig, a napirendnek a pontos megtartása. Illetve amit nagyon fontosnak tartok, hogy minden kornak megvan a maga kísértése, nehézsége. A mai kornak például elég komoly problémát jelent a közösségben való létezés. A pálosok rendjét a 13. századi tatárdúlás után a Pilis-hegységben remete közösséget formáló korábbi esztergomi kanonok Özséb alapozta meg. A rend a 15. századig Erdélyben is kiépítette a maga hálózatát elsősorban remeteségek, majd rendházak, monostorok formájában.
Alig több mint egy évszázad alatt a pálosok a korabeli Magyarország egész keleti részén otthonra leltek. Így Gyulafehérváron, Szentmihálykőn, Ompoly remetén, Tordán, Magyarcsesztvén, Maros-Szentkirályon, Nyárád-Szentlászlón, Patlanon, Pókafalván, Tövisen, Kolozson, Csíksomjón, Széphavason, Homorót-Szentpálon, Kányádon, Hargitán, Nyárád-Remetén, Dobón, Mentővárajján, Szucságon, Kalodván, Nagyváradon, Buzgón, Vajdaházán, Szentjobbon, Szilágynagyfaluban, Borzáson, Pálos-Remetén. Kevesen tudják, de a ferencesek előtt Csíksomjót is pálosok lakták. Ők a Somjóhegy lábához vélhetőleg a Hargitáról érkeztek. Budaszentlőrinci kolostorunkhoz tartozott Bátori László, pálos szerzetes, aki engedélyt kapott arra, hogy a kolostortól egy kicsit távolabb barlangban visszavonultan élve elkészítse az első magyar nyelvű szentírást. A nyelvészeink és történészeink azt mondják, hogy az írásokból arra lehet következtetni, hogy nem teljes egészében ő fordította le, hanem a már meglévő fordításokat is fölhasználva állította össze a teljes magyar nyelvű szentírást. A lefordított szentírás azért nem maradt meg számunkra, mert az egyik célpontja a török pusztításnak pontosan a budaszentlőrinci kolostorunk volt, amelynek egy nagyon nagy könyvtára volt. Nyilván ebben a könyvtárban őrizték Bátori Lászlónak a Biblia fordítását, és hát abban az időben azért ez a sokszorosítás azért nem volt olyan egyszerű dolog. Nem is volt arra idő, hogy ezt el tudták volna végezni, illetve ha el is végezték, a többi kolostorainkat és a középkori kolostorainkat is elpusztították. Talán megtalálható Isztambulban, erről több utalást is kaptam már. Úgy tűnik, hogy elég hiteles helyekről, tehát turkológusok is már említették, hogy valóban vannak olyan kincsek, amelyek még kutatásra várnak. Bízom benne, hogy egyszer a budaszentlőrinci kolostornak a kincseiből is valami majd elő fog kerülni. Ez azért nagyon hosszú és fáradtságos út. A reformáció és a nyomában kialakult politikai viszonyok nem kedveztek az erdélyi pálosoknak. A történettudomány mégis számos új 16-17. Századi megtelepedést igazol. Ilyen helységek Gyergyúk-Szentmiklós, Remete, Szárhegyalja, Nagykászon, Csíkszentgyörgy, Homoródalmás, Firtosváralja, Siklót, Homoródremete, Székely-Szentmiklós, Vágás, Vargyas, Kálnok, Haraj, Futásfalva, Ikafalva, Csernáton, Perkő, Lemhény, Nyújtód, Martonos, Bodola. A 18. század küszöbén erőre kapott politikai rekatolizáció nyomán pedig, egészen II. József hírhedt rendeletéig, a pálosok erdélyi hálózata rezidenciákkal, rendházakkal, illetve a tövisi vikariátussal egészült ki. A rendi közösségünk az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetes rend. Én kiszoktam hangsúlyozni, hogy magyar alapítású szerzetes rend, és nem magyar szerzetes rend. Tudnilik, nagyon sok más nemzetnek a fia is tartozott, és tartozik mind a mai napig a pálosok sorába, akik szintén büszkék voltak arra, hogy a pálos közösség az magyar földön született, és magyar gyökerei vannak, így a lengyel pálos testvérek is többek között ezt a konstitúcióban is megemlítik. A közösségünk mindig is magán hordozta azért valamilyen formában ezt a jegyet, mármint azt, hogy egy magyar alapítású szerzetes közösség. A magyarságnak a történetében gyakorlatilag a magyar múltnak egyik színfoltja a pálos rend, és azt is lehetne mondani, hogy egy kulturális örökség is, nem csak egyházi örökség a magyar társadalom számára, de ezt megerősítve kell mondanom, hogy gyakorlatilag a horvátok nagyon szeretik a pálosokat, mert a horvát nemzeti identitásnak nagyon komoly képviselői voltak a pálos szerzetesek, vagy nézzük Lengyelországban, ugye Częstochovában, ugye senki nem kérdőjelezi meg, hogy az ott élő pálosok nagyon komoly feladatot töltöttek be a tekintetben, hogy a lengyel egészséges nemzeti identitást megalapozzák. A 20. század derekán a kommunista államhatalom nyomása természetesen a Magyarországon megmaradt pálosokat sem kímélte. 1950 nyarán rendházaikból, kolostoraikból begyűjtötték őket a Váci püspökségre, majd több mint egy hónapi fogvatartás után egy részüket elengedték, mások viszont a hírhedt koncepciós perek áldozataivá váltak.
1951-ben több pálost bebörtönöztek, sőt egyiküket, a 37 éves vezér Ferencet 1951. augusztus 3-án 30 szovjet katona meggyilkolásának kolt vádja alapján Budapesten felakasztották. A több évre bebörtönzöttek, mint politikai foglyok, egy 1956-os egyezség alapján amnesztiával szabadultak. A rendünk már 1989-ben megkezdte a működését, de nem a kolostorokban, hanem a plébános atyák, akik pálosok voltak, megkapták a megyés főpásztortól az engedélyt arra, hogy összeköltözhessenek egy plébániára, és ketten vagy hárman pálos habitusban végezték tovább azt a lelkipásztori szolgálatot, amit korábban, vagy kaptak egy másik plébániát, és oda költöztek. 1990-ben költözhettek be azokba a kolostorokba, amelyek korábban a pálosoké volt, vagyis a budapesti, a pécsi és a Mária Nosztrai kolostorba. A szerzetesség, illetve a remetesség és a pálosoknak az egyik feladata volt, hogy a gondolkodásmódban és a belső világban kell rendet teremteni. Mert az életet a fejben tudjuk megtartani, és a fejben tudjuk elrontani. És hogyha nincs rend a fejünkben, és nincs rend a szívünkben, akkor körülöttünk is minden összeborul. Én azt gondolom, és én azt szeretném szolgálni, hogy a szerzetesi életemmel másoknak segítsek abban, hogy ez a belső rend ki tudjon alakulni, mert csak így lehet az életet megtartani, így lehet normálisan az életünket vezetni. És én bízom benne, hogy a Jóisten, ha egy kicsit ebben tudott segíteni, és a rendtársaimat ebben segíti, akkor azt gondolom, hogy szép feladatot töltünk be a mai világban. Megalapította, akkor ő egy katolikus pap volt. És ő katolikus pap is maradt, amikor a rendi közösséget létrehozta. És nyilván az egyház törvényei szerint, mert egy egyház jogász volt, az egyház törvényei szerint akarta az akkor a Pilisben és az ország különböző vidékén élő remetéket egy közösségbe szervezni. De ez most egy kicsit ilyen intézményes jellege van, de ő nem azért választotta ezt, mert ő egy intézményt akart létrehozni, hanem az Isten iránti szeretet vitte őt a magányba, mint ahogy a többi remete testvért is, és a népért való imádság és engedelmesség. Azért egy kicsit sajátos a többi rendhez képest a pálos rend, mert a többi rendnek van egy rendalapítója. A pálosoknak igazából nincs rendalapítója, mert Özséb nem létrehozta ezt a rendet, hanem megszervezte. A pálos rend az önmagától jött létre igazából a remetékből, és Özséb atya egyszerűen csak meglátta azt, hogy itt vannak ezek a remeték szétszórtani, hogy őket össze kell, hogy gyűjtse. Ezzel szemben például Szent Ferenc, Szent Domonkos, Loyolai Szent Ignác, Kalazanci Szent József, ők mint egy olyan személyiségek, ők maguk alakítottak ki egy közösséget, és nagyon sok pálos kolostor nem úgy jött létre, mint a ferencesek, hogy fogták a ferencesek, és akkor itt most letelepedünk. Vagy a pioristák, hogy na most akkor itt letelepedünk, hanem úgy jöttek létre, hogy már, ahogy mondtam, meglévő remete közösségekből csatlakoztak a pálos rendhez. A másik, tehát ez a specialitása. Ugye, és ez itt Magyarországon így jött létre, de nagyon érdekes, hogy például Spanyolországban is elindult egy ilyen remetéket összefogó mozgalom, és aztán azok később csatlakoztak a pálosok. Sokáig nem nagyon tudott lenni a spanyol és a portugál tartomány, nem sokáig tudott egybe lenni, mert a török miatt egyszerűen lehetetlenné vált a nagykáptalanra való utazások, és így aztán ők ezért váltak önállóvá, óriási volt a pálos. Tehát a másik pedig, hogy Özséb atya egy olyan időben lett remete, és olyan időben választotta azt, hogy ő remete, amikor a nemzetnek nagyon nagy szüksége volt arra, hogy imádkozó és engesztelő emberek legyenek a
tatárjárás után erre nem csak az ország fizikai újraépítésére volt szükség, hanem és meglátta, hogy ezek a remeték, akik nagyon kemény és szigorú életet éltek, akik Isten iránti szeretetből teszik ezt, az ő életföláldozásuk a nemzetért, az egy gyümölcsöző dolgot fog majd létrehozni. De gyakorlatilag az ő kortársai közül mások is voltak, hiszen ott volt Árpád-házi Szent Martin, ugye a Nyulak szigetén, ő is pontosan ugyanezt tette, de ő egy közösségen belül, itt viszont ez a közösség kifejezetten ezért is jött létre, hogy ezért a nemzetért engedtelen is imádkozzon. De hogy nem, hogy mivel katolikus, mivel egyetemes, ezért ugyan a magyar vonása ilyen szempontból erősen benne van, de ez a rendelkezett terjedni más. Tehát ők ezt nem úgy tették, hogy én a magyarságért úgy engesztelek, hogy kizárok mindenki más, hanem mindenkit támogatunk a maga nemzetségében. Éppen ezért Lengyelországban gyakorlatilag a lelki főváros, a lelki bázis Częstochowa, ami mind a mai napig azért a lengyel nemzetnek és a lengyel katolikus egyháznak egy bástyája, egy középpontja, egy védelmi pontja. Több millióan zarándokolnak oda, és ott páros szerzetesek vannak, akik a lengyel nemzetért teszik ezt. Ugyanígy Horvátországból elmegyünk, átlagosan a horvátok jobban ismerik a párosokat, mint a magyarok. Mert hogy a páros identitás, illetve a horvát identitásnak, akár a nyelvüknek, és így tovább, nagyon sokat tettek a páros szerzetesek. És hogyha valaki azt mondja, hogy ezek ilyen nacionalisták volták, akkor az fölhívom a figyelmet, hogy például Lepoglavában, ahol gyakorlatilag a horvát nyelviségnek és tényleg a nemzeti identitásnak az egyik fellegvára, a lepoglavai közösségünket, kolostorunkat lengyel párosok alapították. A pápai kolostoron, ahol először kezdtek el Magyarországon tanrendbe beiktatva magyar nyelvű oktatást végezni, lengyel párosok alapították. Tehát, hogy a nemzeti identitásnak a megerősítése az itt Magyarországon nagyon fontos, minden más országban fontos, nem másik ellenében, hanem a másikért, a közös összefogás tekintetében. És ez az egyetemesség, hogy a katolikus egyházhoz tartozva tudták mindezt végigvinni, mert ez volt a másik fontos, hogy mindig kiálltak az éppen aktuális pápa mellett és a katolikus tanítás mellett, amit most is fontosnak tartunk. Úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy a páros rend az nem magyar rend, hanem magyar alapítású rend. Mert hogyha azt mondom, hogy magyar rend, akkor Fáter György mit keres közöttünk? Mert magyar érzésű volt, de hát alapjában véve egyik részen horvát, másik részről meg itáliai. De mennyi mindent tett Erdélyért, nyilván a hibákat is elkövette, de azért mégiscsak úgy tekintünk rá, hogy nemzetünknek egy fontos része volt. Tehát, és sokan mások lehetne sorolni azokat, akik esetleg más nemzetnek a fia, és mégis nagyot tettek akár Magyarországért, vagy bárki másért, és büszkék vagyunk rá. Most az, hogy 1786-ban a rendünket feloszlatták, ez biztos, hogy ezt a fajta kontinuitást, folyamatosságot, amit más rend esetlegesen tudott őrizni, az nagyon töredékessé vált. Tehát például ugye Lengyelországban megmaradt, de azt gondolják el, hogy a 20. század elején csak 16 páros élt Częstochowában, meg Krakkóban. Majdnem kihalt teljes egészében a rend. Tehát őnekik nem volt energiájuk arra, hogy a rendi hagyományokat úgy tudják végigőrizni, mint ahogy esetleg egy más nagyobb közösség ezt meg tudja tenni. És most döbbenünk rá, amikor elkezdjük például a liturgikus forrásainkat kutatni, hogy milyen gazdag a páros liturgia, a páros muzsika, a középkori Gregórián, mennyire szép volt a zsolozsma, mennyire szép voltak a sajátos ünnepek a pálosoknak. Most kezdjük ezeket föltárni, hogy milyen történelmi dokumentumaink vannak még, azon kívül, amit megtaláltak azok, folyamatosan, mint egy kincses bánya gyakorlatilag. Mert egyszerűen nem volt folyamatosság, és most van rá lehetőség arra, hogy ezeket a dolgokat egy kicsit kibányozzuk. Mi már korábban gondolkodtunk azon, hogy letelepedjünk Erdélybe. Ez nem egy újra telepedés, hanem visszaérkezés ide, hiszen 1786-ban, akkor második József felosztatta a rendünket, és csak Lengyelországban maradhatott meg. Itt is voltak kolostoraink, és innen is el kellett menniük a pálosoknak, illetve gyakorlatilag egyházmegyés papként tevékenykedtek tovább, és így fejezték be az életüket. Hogy itt Hargita fülön voltak-e pálosok, vagy sem, azt nem lehet tudni, már fönt a relénél vannak romok.
A Darvas Pozdony József atya, Csíkszeredai plébános, ő meg van róla győződve, hogy ezek a romok valamikor pános kolostor romok voltak, hogy remetességnek a romjai lehettek, az bizonyos, hiszen több remetesség volt itt is, mint ahogy egyáltalán különben a remete rendünk, a pános rendünk a remetéknek az összefogásából jött létre, nem csak egyéni, hanem közösségi remeték is, tehát például a Mecsekben a Jakab-hegyi kolostorunk, az már megvolt 1225-ben, mielőtt Boldog József atyánk a rendünket, hogy megszervezte volna. Vagy ugyanis Sátoraljaújhelyen is már volt remete közösség, vagy Salföldön, ahol valaki ott járt, a Szent Mária Magdolna kolostornál ott is volt remete közösség, mielőtt a úgymond a hivatalos rendi összeszerveződés elindult volna, és akkor ezek a közösségek csatlakoztak a rendhez, tehát így lehetett itt Székelyföldön is, hogy voltak remete közösségek, remete kápolnák, amelyek az egyházba való még jobb integrálódás tekintetében a pálos renden keresztül tudták ezt végbevinni. Így lehetséges az, hogy Csíksomlyon például a Szálvátor kápolna és annak környékén van remete hagyomány, és ez a remete hagyomány nagy valószínűséggel a pálosokra is visszanyúlik. Tehát ilyen szempontból szokták mondani, hogy a pálosok hamarabb ott voltak, mint a ferencesek. Nem abban az értelemben kell ezt venni, hogy a pálosok ott effektíve építettek egy kolostort, hanem az ott élő remete testvérek csatlakoztak a pálos rendhez. És így lehet azt mondani, hogy hamarabb ott voltak, aztán később ugye a ferencesek azok egyre több kolostort építettek, és így szolgálták a székely népet és a kereszténységünket. Ennek a gondolatnak a fényében született meg az első ittlétünk, annak a kezdeményezése volt az, hogy mit letelepedjünk. Akkor persze ez nem történhetett, nagyon, nagyon úgy volt, hogy én jövök, de 2008-ban tartományfőnök lettem, és akkor teljesen félretettük ezt a tervet. 2014-ben, hogy januárban volt az ünnepélyes kolostor megnyitás, kolostor avatás, szentelés, és így kezdődött el a pálos élet itt Hajnotafürdőn. Ketten vagyunk, mert kevesen vagyunk Imre testvérrel. Alapjában véve nyilván a lelkipásztori szolgálat tekintetében ez elegendő. Naponta szentségimádás volt, csend volt, és akkor én elmondtam a Jóistennek egy ilyen szentségimádás alkalmával, hogy ha te úgy gondolod és gondoskodsz azokról, indult egy nagyon jó kis közösség ott a sziklatemplom körül, de ha tudsz gondoskodni azokról, akik ott vannak, úgy, hogy én eljövök, akkor én szívesen lennék egy kicsit mondjuk akár itt Lesnyóban, vagy valahol egy olyan kolostorban, ahol tényleg a még jobban a visszavonultságot élhet ennek. És Hargitafürdőt nem is mertem gondolni, mert tudtam, hogy itt van a Barnabás, hogyha szeret itt lenni, úgyhogy ezt én nem is kértem a Jóistentől, bár a szívem mélyén ez volt a vágy. És másnap megszólalt a telefon, és a tartományfőnök azt mondta, hogy Barnabás atya hazakéri magát, édesanyja nagyon sokat betegeskedik, és nagyon messze van. És gondolkodtam rajta, hogy esetleg, ha te kimenni Hargitafürdőre, mit volna hozzá. Erre mit mondjak? És akkor engedjenek meg egy viccet, mert ez ehhez kapcsolódik, de komoly vicc. Motoros, mert ugye én motorozok is néha. Pap plébániája előtt megáll egy motoros, leáll neki, egy ilyen régi berúgós motor, rúgdossa, és nem indul. Káromkodik piszkosul. És kiszól a pap, és mondja neki, hogy édes fiam, ne káromold az Isten, ne szív, mert nem ő tehet róla, nem indul be a motor, szépen imádkozzál, kipróbáltad el. Imádkozzál, hogy induljon be a motor. A motoros ránt egyet a vállán, ezen veszíteni valója nincsen. Imádkozik, rúg egyet, és beindul a motor. Hát hálálkodik a plébánosnak, és fölül a motorra, és megy. A plébános néz utána, és csak ennyit meg kihívta volna. Kicsit így voltam ezzel, hogy másnak megszólalt, és leveszem a telefont, és baj Istenem, kihitte volna.